Sziasztok, ez a Minden Segít Podcast 9. adása, és arra gondoltunk, hogy mivel igencsak vészterhes időszakot élünk, majd olyan témát fogunk átbeszélni, ami mindegyikünk számára örömet okoz. Ez nemtől, kortól, fajtól, mindentől függetlenül minden egyes ember számára örömforrás, és ez nem más, mint a zene. Na már most, hát eddig általában Gergővel mindig úgy szoktunk itt beszélgetni, hogy mi vagyunk a dilettánsok, a kérdezők, de hát most én magam egyedül maradtam ebben a témában. Tudnélik, mai vendégünk Borg B. Mihály, multi-instrumentalista, fúvos hangszeres zenész, és hát Gergőről is tudva levő, hogy fúvos hangszeren játszik, tehát a helyzet eléggé bonyolult, tekintette arra, hogy ti szakmabeliek vagytok, én meg egy teljesen kívülálló, csak imádom a zenét, úgyhogy hát most megpróbálok veletek úgy beszélgetni, hogy amit csak lehet ilyen laikusként megkérdezem tőletek, aztán majd ebből kisül valami, jó? Tehát Gergő, akkor légy olyan kedves. Rendben. Mihályt konkrétabban bemutatni, mert nem titok, hogy ti ismeritek egymást. Igen, igen. Hát sok sikert ehhez a kérdezgetéshez, de azért annyival pontosítanék, hogyha ha mondjuk a zene szakmaiságában te mondjuk mag vagy, akkor én cserje, Misi pedig fa. És akkor én is inkább kérdezősködni fogok szerintem, de jó. Szóval számomra ez egy nagyon különleges adás, egyrészt azért is, mert igazából ez az első alkalom, hogy konkrétan a zenét fogjuk megcélozni vívőanyagként. Ez az egyik, de a másik oka pedig az, hogy Misit és engem egy olyan hosszú évekig tartó bensőséges viszony kötött össze, ami mester és tanítvány viszony. Tehát akkor most már kénytelenek leülni a poént, hogy Borg B. Mihállyal az országunk és egyáltalán a földgolyó egyik legkülönlegesebb fúvós zenészével ülünk itt. Nekem nehéz is definiálni, hogy tehát kompaktul nagyon nehéz elmondani, hogy te mi és ki vagy, mert annyi fajta zenében mozogsz otthonosan, és annyi hangszeren játszol, és annyi projektben megfordultál már. Ugye mi itthon, főleg a saját kvartetteddel, meg a Dress Mihállyal való működésekben, meg a Binder Károly tanárúrral való formációkból ismerünk, illetve a Vujicsicsból is ismerünk, de te például hogy definiálnád magad, hogy te mi vagy? Nehéz kérdés. Először is köszönöm a meghívást, tényleg megtisztelő. Ahogy belenéztem a korábbi adásokba, itt komoly szakemberek voltak, és egy picit zavarba is voltam, hogy lehet elég érdekes az én témám, az én személyem, de hát megpróbálok úgy csinálni, és egyébként erre pont te vagy a legjobb, mert sokszor a tanítványaimmal is erről beszélek, hogy milyen kár az, amikor nálunk a szakmaiság közben elvész az egyik lényege a zenének. Az a gyermeki öröm, ami miatt valamikor elkezdtük ezt csinálni. Amikor zenészek lettünk, vagy egyáltalán csak elkezdtünk énekelgetni, dobolgatni, vagy valamilyen hangszeren játszani. És hogyha valakinél ez meg tud maradni, és én ilyen értelme, ha kérdezik, hogy boldog ember vagyok-e, ez az egyik, ami miatt azt tudom mondani, hogy közel 60 éve muzsikálok, 58 egész pontosan, igen. Most 65 múltam, nem titok, és 7-8 éves korom körül kezdtem a zeneiskolában, és mai napig az az érzés, amikor az első hangszeremet, egy ütött kopott kis klarinétot a hónom alatt vittem haza, valami ronyba vagy ilyen viaszos vászonba volt becsavarva, és az a lázas igyekezett, hogy hazaérek és kipróbálhassam, mert ugye a tanárom azt mondta, hogy majd akkor jövő héten jössz órá, majd akkor megmutatok mindent. Hát egy 7-8 éves gyerek az persze alig várja, hogy belépjen az ajtó, már mindent csináltam vele. Szóval mai napság is, amikor otthon rakosgatom össze a hangszereimet, a feleségem néha szoktam mondani, hogy tulajdonképpen csak rájuk vagyok féltékeny, mert a mai napig is simogatom, ápolgatom, és ha valami gondjuk van, akkor így kicsit meghatódom, hogy most mi bajuk van. Tehát ez az egyik legfontosabb az életemben. Én így vagyok muzsikus, hogy ezt próbálom megtartani. A másik ez, amit a Gergő mondott, hogy ilyen tanárként is tevékenykedem, ott pedig tényleg az a fajta dolog, hogy nagyon-nagyon sok jó tanárom volt. Volt egy pár
nem olyan jó, rossznak nem mondhatnám egyiket sem. Tehát nekem nem volt olyan kellemetlen élménye, mint néha találkozik az ember civilekkel, egy koncert után odajönnek, és mondják, hát ez ugye dicsérnek, persze, de hogy mondják, hogy hát valamikor én is játszottam hangszeren, na és megvan, és milyen, és mondja, hogy mit a klarinétozott hegedűt, vagy vagy, és mert én mindig az van bennem, hogy az a nagy, az a legnagyobb dolog, ha valaki nem zenész lesz, és mégis egy kedvenc hobbija, vagy akár annál fontosabb is hangszer, mert hát nem, mert volt egy tanárom, és szigorú volt, vagy ütött, vagy állandóan szigorú volt velem, és mindig elkeseredem, hogy milyen sok tehetséget és egyáltalán zenei élvező fiatalt tántorítanak el a muzsikától. Úgyhogy ilyen érdemben lehet, hogy neked szerencsétlen, hogy soha nem tanultál zenét egyébként? Nem, ezt mindig el szoktam mondani. Amikor én a Gergővel megismerkedtem, akkor is ezt kiemelten fontosnak gondoltam elmondani neki, hogy általában úgy élem az életemet, hogy nem szoktam semmit bánkodni. Mert ha mi már megtörtént, azon változtatni úgy sem tudok, legfeljebb okulok belőle, de nem fogok azon lamentálni, hogy úristen, most ez máshogy kellett volna. Szóval az, hogy én megbánjak valamit, az nagyon ritka. De az életemben van egy dolog, amit nagyon-nagyon bánok, az az, hogy soha nem tanultam semmilyen hangszeren játszani. És ezt bánom, és akkor, amikor mi először találkoztunk a Gergővel, akkor volt kedves megígértetni velem, hogy az nem jelenti azt, hogy azért, mert elmúltam 40, ne kezdhetnék el, és hogyha vannak olyan tanítványai, talán neki, vagy talán a Helgának, a párjának, akik már 70 évesek is elmúltak, és most kezdenek el játszani. Úgyhogy megígértette velem, hogy az életemet nem fogom addig lezárni, ameddig valamilyen hangszer használatát el nem sajátítom, vagy legalábbis kezdem el, és én ezt megígértem neki, mert nagyon szeretnék, és nagyon bánom, hogy nem játszottam semmilyen hangszeren eddig. Hát örülök, ez azt jelenti, hogy a Gergő jó tanítvány volt, mert pedagógus véna csörgedezik az elejében, és ezt én tényleg fontosnak tartom, és ez az része az életemnek, hogy folyamatosan tanítottam. Soha nem volt ez kérdés, tehát amikor nagyon elfoglalt voltam, akkor is volt egy ilyen belső igény, hogy a sok jó tanártól, amit kaptam, azt továbbadjam. Pláne az én koromban nekem a főiskolai klarinét tanárom Kodálynál Weiner Leonnál tanult, és mondta, Mezs Ferencnek hívták, kiváló klasszikus klarinétos volt, szóló lemeze is van, Operaház, Erkeszhiházban játszott, hogy amikor valamelyik Weiner darabot játszotta, akkor a Leo bácsi, ugye a zeneszerző mondta, hogy a Feri bátyám akkor, vagy öcsém ugye hát fiatalabb volt, akkor gyere fel hozzám vasárnap ebédre, és megbeszéljük ott a második tételek. Tehát, hogy nekem olyan tanárom volt, aki együtt ebédelt a Weiner Leóval, és a zeniskolai tanárom is olyan történeteket mesélt, hogy azt éreztem, hogy ezt valahogy tovább kell adni, a szemléletét, nem biztos, hogy a konkrét tudást, hanem egyáltalán azt, hogy adni akarunk, és vidámítani akarunk, vagy megtanítunk, és megtanítjuk a növendékeket rendesen szomorkodni. Mert az, amit mondtál, hogy a zene ez ilyen felhőoszlató és vidámságot okoz, ez alapvetően igaz, de nagyon sokszor a szomorúságot is ki tudja hozni. Szerintem épp ez a lényege. Tehát, hogy kihozza az emberből a zene a szomorúságot, az már egy megtisztulási folyamat. Tehát, hogy utána meg jól fogja érezni magát az ember. Te nagyon jó hangszer. Gergő, minél előbb kezd el, légy szíves a tanítását, mert ezek lényegi dolgok. Hát én olyan sokszor van ilyen, hogy a tanítás közben ilyen érzelmi dolgokról is beszélek, hogy most akkor legyen egy, nem tudom, szólót nézzük, persze, hogy ilyen akkord, olyan skála, olyan ritmus, na de érzelmi, most játssz el egy péntek éjszaka 2 órakor egy olyan hangulatú szólót, vagy egy hétfő délelőtt 11-kor, mert épp olyan van, hogy ezek nagyon nagy titkok egyébként, és lényege a zenének, tehát azért kell sok minden szakmai dolgot megtanulnunk és elsajátítanunk, hogy igazán bármilyen dolgot, hogy így csinálunk, hogy ez egy ilyen hangulat, egy ilyen szín, hogy egy bordó szólót játszunk, vagy egy világos kéket, az teljesen más szaxofonozás, zongorázás, gitározás. Úgyhogy ez nagyon jó úton vagy. Szerintem a Robin nagyon potens termőtalja lenne egyébként a zenetanulásnak. Hát én azt gondolom, hogy ez azért van, mert a zene az egy művészeti ág, és én azért van valami affinitásom a művészetekhez. Szeretem a festészetet. Tehát egy csomó. De nem csak ahhoz, szerintem neked az egyik legerősebb affinitásod az emberség felé van, és szerintem... Hát, valami empátia, vagy valami ilyesféle is van. Igen, lehet, hogy... Igen, minden esetre az fontosnak tartom leszögezni, mert a hallgatók nem tudják, hogy ti a Zeneakadémián, a jazz szakon ismerkedtetek meg egymással. Nem, ez nem igaz.
Nem igaz, ott váltunk el egymástól. Nálam ez mesélt a lincsős, hogy valóban egyébként, tehát oktatási keretek között ismerkedtünk meg, de egy másik intézményben, amit akkor még lehet, hogy most is úgy hívják, Vienna Konzervatóriumnak, de igazából mindegy ez a részlet, az egy pedagógiai képzés volt, amiben én elkezdtem ott tanulni, és ami is volt olyan hát megbízott bennem annyira, hogy megövegezte a bizalmat, hogy akkor ebből lehet valami, mert azért nem úgy mentem oda, hogy akkor, hogy mondjam, volt mit tanulni, na. Uh-huh. De... És akkor voltak ilyen feladatok? Kaptál a Misitől? Ó, kaptam, igen. Bordó. Igen. Kék. Azt is. Azért hétről hétre rendesen megpakolt azt a bőröndöt, persze. De nekem, én úgy érzem, hogy nekem azért is volt, de nem csak technikai jellege volt ideális, amisével való munka, hanem így pont az emberi aspektus miatt is. És most ezt értsétek jól, de hogy ezt a részét az ő egyéniségének teljesen magaménak érzem, hogy szeretném átadni azt a tudást. Szóval ebben úgy érzem, hogy hasonlítunk. Hogy valahogy, és biztos ez sok múlott azon, hogy a kezdetektől én veled kezdtem el szaxofonozni tanulni, addig nem volt tanárom. Zenét tanultam korábban, de szaxofonozni nem. Igen, egyébként, hogy ha már így felvetődött, emlékszem a Vienna Konzervatóriumban a papáddal jöttél, és egy Polt felvételi volt, és az volt, hogy van-e még hely egyébként. Egyébként volt, csak az volt a kérdés, hogy a tudás megfelelő-e. És mondta Gergő, hogy korábban gitározott, sőt, tanult is már külföldön is, Hollandiában, úgyhogy tudtam, hogy akkor ez a része valószínűleg rendben lesz, és rögtön lehetett tudni, hogy a hangszeres része még nincs ott, de megér ez az ember valamit a tehetségből, az teljesen nyilvánvaló, de hogy ő autodidakta módon szaxofonozott, az ilyen értelemben nem volt akadály, mert nem volt semmi olyan hiba benne. Emlékszem, volt olyan tanítványunk jóval korábban, Elek Pisti barátommal, aki kollégám a Zeneakadémián, jazztáborban voltunk, és jött egy fiatal srác, 14-15 éves volt, életében először bejött a jazztáborba, szaxofonozott. Ha hallottál már össze-vissza szaxofonozást, tényleg a tempóhoz, a harmóniához, semmi, és mégis néztünk egymásra az elepistét, és mondtuk, nem rossz. Nagyon nagy tehetség. Ennek kell egy tanár, de tényleg... Mi az, amit ilyenkor meghallasz, hogy mitől lesz jó? Ez a misztériuma a dolognak. Nyilván meglátod benne azt az odaszánást, és azt, hogy szívvel éleket csinálja? Igen, szívvel éleket, de közben érzed azt, hogy nagyon sok rossz dolog van, amit lehet javítani. Van, amikor azt érzed, hogy ezt nem lehet javítani. Uh-huh. A legrosszabb egyébként ilyen szempontból az, most pont volt, ugye most két éven keresztül online felvételünk volt, volt olyan növendék, aki nem volt tehetségtelen, de egy olyan passzív módon adta elő a dolgokat, hogy már az riasztó volt. És az online rész az nagyon sokat levesz ebből. Szerencsére voltak olyanok, akik már online is átjött az a fajta aktivitás. És tényleg az volt nekem a legfurcsább, hogy valaki a nagyon passzíva, már egy felvétel is úgy, mert lehet, hogy meg volt illetődve, nem tudom, hogy mi volt, de hogy néha megdöbben az ember, hogy engem emlékszem minden, még a vizsga vagy felvételi szituációban is, amikor nyilvánvalóan izgultam, azért megdobbant a szívem, hogy én most zenét játszom. Volt az klasszikus, hogy Mozart, vagy Weber, vagy Charlie Parker, jazz, és nagyon emlékszem, hogy az egyik ilyen záróvizsgámon a 80-as években volt ez a jazz tanszakon, akkor még a konzihoz tartozott, de hát ugye főiskolai jellegű volt, akkor már nekem volt egy klarinét tanári diplomám, én már tulajdonképpen már tanítottam, és nagyon aktív voltam zenészként, de azért egy záróvizsga az akkor is egy ilyen feladat volt, és elkezdtem ott valamit játszani, és a harmadik ütemnél Szakcsi Lakatos Béla ott ült az első, és mondta, most amikor egy vizsgát a Szakcsi ezt csinálja, akkor a vizsgahangulat óhatatlanul oldódik. Úgyhogy ezek nagy dolgok, és ez mai napig is egyébként azt hiszem, hogy a jazz tanszéknek, talán remélem a Gergő nem cáfolja meg, hogy van egy olyan, valaki jön, és úgy hú, mert ilyen és olyan tanárok vannak, ők már befutott emberek, és mit szólnak, de van egy családias jellege. Együtt vagyunk, és szurkolunk. Tehát ha korholás van, vagy valakit leszúrunk, én például nem szeretek leszúrni, de azért szóvá teszek dolgokat, valaki nem készül rendszeresen, és mi, az olyan, mint egy családban, amikor azt érzed, hogy most elpazarolod a tehetségedet, az idődet, tessék összeszedni. Tehát egy ilyen fajta dolgot érzek ott a jazz tanszéken, és egyáltalán ez a muzsika, amit mi csinálunk,
azt hiszem, hogy társadalmilag is egy pozitív példa lehet arra, hogy 3-4 ember összefog, vagy akár egy big band, ugye 18-20 ember, felmennek egy színpadra, és ott élet, halál, vérszövetség van. Tehát felmehetnek oda nagyon különböző politikai, vagy világlátású, egy meggyőződéses materialista is, egy szélsőjobbos keresztény, egy buddhista, felmennek, és a színpadon ott van olyan varázslat, olyan összefogás van, és fel nem vetődik ez a fajta különbség. Lehet, hogy néha előtte, utána, bár nem jelenti. Nem is tudom, hogy az életnek más területén, mint a zene, tud-e ennyire, talán a sport? Igen, most így az ugrott be nekem, hogy a futball. A csapatsport. A csapatsport. Igen. Kicsit ilyen lehet nekem, legalábbis így képzelem. Érdekes, hogy ezt az analógiát felhozom, én gondolkoztam azon, hogy ma, hogy mihez tudnám hasonlítani a zenét így az eszenciájánál fogva. És igazából arra nem találtam nyilván választ, mert ez egy tök nehéz kérdés, de arra viszont igen, hogy és azt gondoltam, hogy szerintem nagyon érdekes, hogy van néhány olyan szakma, olyan hivatás, amit hogyha nem gyakorolsz, nem ápolsz egy kellő tényleg elköteleződéssel és idő meg energia befektetéssel, akkor ezt egyszerűen nem lehet elrejteni. És szerintem a zene, meg az élsport is ilyen, szerintem, vagy nem is tudom, tényleg az olyan dolgok, amikor ha épp azt gyakorlod, ami a szakmád, legyen tényleg az akár művész, vagy nem tudom, de olyan aktuálisan megnyilvánuló dolgokról van szó, hogy azt, ott nincs egyszerűen időeltolódás, ott nincs fáziskésés, ott minden élőben megy, egy az egyben, a jazz zenében is, meg rengeteg más zenében, gyakorlatilag még akkor is egy megírt darabot játszol, valamilyen szinten élőben komponálsz, valós időben. Még ugye a zeneszerző ezt otthon egy papír, vagy nem tudom, laptop mögött zongorán, nem. Te ott állsz a színpadon, hallgatnak az emberek a fülükkel, meg a szívükkel, és egy az egyben élőben visszavonhatatlanul te azt, amit te akkor tudsz és érzel, azt ott exponálod, és szerintem a sport is ilyen ebben az esetben, hogy az, ami most épp ott te vagy, a legjobb tudásodat beleadod, és annak megfelelően, tehát hogy igen, nincs apellát. Még egy analógiát tudok hozni, és ez amit a Misi is mondott, hogy játék. Tehát, hogy a gyerek, hogy tegnap egy társaságban voltam, és pont arról beszélgettünk, hogy az egyik lánynak az édesanyja lesz itt az én beszélgető partneremet, hogy ne legyél már ennyire gyerekes, már felnőtt ember vagy. Én meg épp azt mondom, hogy az a jó, hogyha az emberben megmarad az a gyermeki én, az a tiszta öröm, és a játék, legyen szó bármilyen játékról, de most gondolj be, hogy adsz egy gyereknek egy labdát, az anyomban elkezd vele játszani, szerintem hasonlóképpen lerakunk előtte egy kis szintetizátort, elkezdi nyomkodni, interakcióba kerül vele, tetszik neki, hogy bizonyos dolgokat meg tud vele valósítani, érdeklődik, és a többi. És ez olyan életörömet okoz, és ezért is gondoltuk, hogy tök jó most ebben a helyzetben beszélgetni a zenéről, mert szerintem egyfelől hallgatni marha jó. Hát én más nem csinálok, csak hallgatom, nagyon sokféle zenét hallgatom, de játszani meg aztán írtózatos jó lehet, pláne egy színpadon, és főleg akkor, hogyha olyan virtuóz valaki, és azt úgy, olyan szinten tudja megszólaltatni azt a hangszert. Ez abszolút, ez a játék része, ez nagyon-nagyon fontos, és talán ez az egyik legnagyobb probléma a zeneoktatásban. Sokat beszélnek erről, hogy kis hazánk, ugye Kodály, Bartokországa, és hát főleg a Kodály módszeré, és vannak hihetetlen kreatív pedagógusok, akik nagyon jól tudják a mai napig ápolni a Kodály hagyományt, továbbvinni, és tényleg azon a szinten, hogy a gyerekek számára élmény legyen, és játék. Egy zárójel következik, épp két nappal ezelőtt hívott fel egy ismerős, aki tanítóképzősökhöz kért egy koncertet, egy ilyen ismeretterjesztő koncertet, jazz és népzene összefüggése, és mondta, hogy elsőbben azért szeretné, hogy menjünk oda, mert azt érzi, hogy a tanítékot, tehát pályára, pedagógus pályára készülő, és hát gondold el, hogy akik óvodásokkal foglalkoznak, az a legérzékenyebb korosztály, hogy nekik a népzene és ez az egész dolog, ez hogy a vizsga, meg a módszerek, és tehát hogy izgulnak az egészt, és azt mondja, hogy nekik, tehát egy óvodnőképzőről beszélünk, vagy tanítóképzőről és óvodapedagógusokról,
hogy ez kérdés, hogy, hogy a zene élmény vagy nem élmény. Tehát, hogy nekik a, az, az, az egy ilyen vizsgatétel, és hogy nem félnek tőle, és hogy e felől nézik az egészet, és úgy, úgy el, egy, egy kicsit elszom, mondtam, hogy persze megyünk, ez a legfontosabb misszió, nagyon sok ilyen ismeretterjesztő koncertet csináltunk, és most zárom be a zárójelet, hogy, hogy valóban ezt a játékot, és egyébként ez a klasszikus zenének is, a klasszikus zene tanításában is nagyon fontos módszer, Apagyi, Kokas és zseniális pedagógusok ezt, ezt érezték meg, hogy azokat az elemeket, amelyek a zenében ott vannak, néha elrejtve, néha nyilvánvalóan, ezt a gyerek kezébe adni, rávilágítani, mi ez, és hagyni játszani vele. Tehát ha azokat a nagyon egyszerű elemeket, ami, amelyeket a darabban, akár előadási szinten, akár hogy, hogy elemezik, vagy valamilyen módon megértsék a darabot, ha azt ilyen kötelező módon azt mondják, hogy itt ez és ez van, de amikor elkezd vele játszani, és oda-vissza akár a tanár vagy másik gyerekkel, egész máshonnan nézi, és ha ez jó helyre megy, jó helyre fejlődik, akkor abból a legjobb jazzmuzsikusok lesznek. De egyébként meg vagyok róla győződve, hogy a legnagyobb klasszikus zenészeknél is ez a titok, mert a, az a szabadság, mindig mondjuk, hogy a jazz az a szabadság zené, az a szabadság zené, de hát ott annyi kötöttség van, még a freeben is, még a free jazzben is. Hogy ezt magyarázni kellett nekem, mert én ezt nem tudom. Ez most majd megint nyitunk egy zárójelet, jó? Ezt, csak mert ez tényleg érdekel nagyon, hogy... Hogy de az a lényeg, hogy ez a szabadság, ez, én szoktam mondani, hogy azért ne, úgy néha a jazzisták, na, mi szabadok, mi jó csóró klasszikus zenészek, ott van nekik a Kotta, a Beethoven, Bartók, és meg majd, hát ha meghallgatsz két nagyon nagy, ha meghallgatod a Richtert, a Kocsist és a nem tudom, Schiffert, direkt most azért több magyart mondtam, hogy micsoda különbség, akár egy Goldberg variációkat, vagy egy Bartók darabot meghallgatsz, ha ráfókuszálsz, rájössz, hogy iszonyú különbségek van. Tehát tulajdonképpen abban is nagyon nagy szabadság van. Nekünk ehhez képest még azzal, amit a Gergő mondott, hogy valóban komponálunk is, még nagyobb ez a szabadság és a játék. És ez tulajdonképpen ez az egész felkészülésnek a lényege, hogy nagyon sok elemet, nagyon sok kisebb-nagyobb elemet, összefüggéseket megértsünk, hogy amikor aztán elengedjük, felmegyünk a színpadra, és semmire, én is szoktam mondani, mert Parker, hogy Charlie Parkernek volt az egyik életfilozofikus gondolata, hogy tanuld meg a skáláidat, akkordjaidat, aztán menj fel a színpadra, és felejts el mindent. Nyilván nem felejted el, hanem hogy ne a tudatos éned dolgozol, az mind ott van a háttérben, és elkezdesz vele legózni, vagy nem tudom mit csinálni, és minden koncerten más jön ebből ki, még hogyha ugyanazt a Kottát nézed, ugyanazt a számot játszátok, és ilyen értelme tényleg sok szabadságunk van, és nagyon nagy örömünk, és a legnagyobb dolog ebben a szabadságban, hogy a hibákból is tudunk építkezni, és nagyon jó dolgokat kihozni. Ez meg a legfontosabb üzenet szerintem a mai életre, hogy nem omlunk össze egy hibától, nem, szárnyakat kapunk. Tehát a tökéletes előadásnál nincs rosszabb. Amikor van egy olyan dolog, ami egy pillanatra egy ritmus vagy egy hang, amire azt érzed, hogy hú, itt valami gond van, akkor a bekapcsol a nyolcadik, kilencedik, tizedik, nem tudom, hanyadik vész érzéked, és abból megpróbálunk jót csinálni. Vannak mai napig is olyan lemezek, amiket, tehát saját felvételeim, hogy hallgatom, és akkor úgy beugrik, mert már én ezt elfelejtettem, ott egy hogy ez a hiba volt, és én magam is milyen jól jöttem ki ebből. Volt egy stúdióban néztem, hogy ez itt megtartsuk, miről beszélsz? Tehát, hogy másképp éli meg az ember, amikor játsza, és ez igazából egy nagyon nagy eredmény, hogy a hibákból, vagy akár nagy kudarcokból is megpróbáljunk rögtön valami jót építeni. Ha nem megy aznap a színpadon, a stúdióban, vagy akár az órán, akkor azt is el kell raktározni, és tudni, hogy na, következő alkalom majd még arra is felkészülünk. Misi, akkor a szabadság és a kötöttség között hogy van összefonódás a zenében, a jazzben? Szerintem ugyanúgy, mint akár a sport hasonlatot nézzük, de bármit az életben, amit csinálunk, vannak tanult mintáink ahhoz, hogy tudjunk közlekedni az életben, nem csak effektív a lépések, hanem egyáltalán bármilyen szempontból egy szituációba bekerülünk, vannak mintáink, megtanuljuk, hogy mi illendő, mi nem illendő, hogy jutunk el A pontból B pontba, hogy veszünk egy repülőjegyet, és hogy ülünk fel egy biciklire. De aztán, amikor elkezdünk biciklizni, akkor nincs mindig az, hogy minden centiméter ki van számítva. Tulajdonképpen a zenei felkészülésben ezeket az elemeket tanuljuk meg. A zenében is a csapat
játék izgatott, és én nagyon egy jó hosszú ideig, nem azt mondom, de fiatalkoromban 3 évig körülbelül igazolt focista voltam a Pomázi, a világhírű Pomázi kölyök csapatban, de ott is ez izgatott, azért csináltam, mert hogy közösség volt. Amikor általános iskolában úgy, emlékszem, voltam valami táborban, meg is van otthon, van egy oklevelem, valami futás, távolba dobás, ilyeneket csináltam, és van, amiben én voltam a helyi bajnok, valamelyik, azt hiszem, hogy ez Tatán volt, a tatai ilyen üdülőtáborban, tehát volt, de az engem nem izgatott, tehát egyedül ott való edzek, és akkor fussak, távolugrás. És ez zenében is így van. És a csapat, a foci, az nagyon, és ott is ezek, na ez ide, hogy a hosszú zárójelen, vagy nem tudom, mellékmondatom ide akart kiukadni, hogy amikor néz az ember egy igazi jó meccset, akkor túl azon, hogy az góra játszák, a szép akciókat kedveli az ember, és amikor azt mondta, hogy valahonnan elindul egy labda, és még fogalmaz, hogy hova megy, és egyszer csak ott egy játékos, ott terem, és ebben tudod, hogy ebben van valami kombináció, amit kitaláltak, de az nem ugyanígy volt, az nagyon ritka, hogy a Szentiről, abban rengeteg improvizáció van. De hogy az, amikor, nem tudom, Puskás felemelte a szemét, körülnézett, és tudta, hogy hova kell menni, és az, ahogy ugye Hofi mondta annak idején, hogy nem ide, nem oda, hanem oda a lábára. Mi is ilyeneket csinálunk, hogy azokat a helyzeteket, amik egy zongorista, hogy hogy üt le egy akkordot, rengeteg inspirációt ad. Én azt gondolom, hogy amikor felmegy egy zenész egy színpadra és koncertet ad, az olyan másfajta tudatállapot, hogy azt nem is tudom, meséljétek el nekem, hogy milyen. Szerintem sok fajtája, meg szintje, meg változata van ennek, amit én a legjobban szeretek, és igazából a mai napig nem tudom biztosan, hogy ez mitől függ. Soha nem tudom a fellépés, vagy az aktus előtt, hogy ez most hova fog menni. Nyilván, hogyha ismerem a kollégákat, akikkel játszunk, akkor azért nagyjából be tudom lőni így a radaron, hogy kb. Valószínűleg valami ilyesmi ez, de az is teljes meglepetése. Az tényleg teljesen. Viszont amit nagyon szeretek, az olyasmi, mint valahogy olyan rendszerességgel vagy gyakorisággal szokottnám előfordulni, mint az igazi ihletérzés. Hogy soha nem tudom visszavezetni, hogy most ezért jött, vagy azért, hanem egyszerűen csak valamikor jön, és ez az, amikor együtt zenélünk, tök mindegy, hogy hányan, és igazából az is mindegy, hogy mit, de az sokat segít, hogyha valami erősen improvizatív zenéről van szó, mert akkor az embernek tényleg, hogyha... Nagyon mélyre kell magában érzenem. Így van, ideális esetben, akkor gyakorlatilag emocionálisan mesztelen vagy, és próbáld exponálni azt, ami vagy. És amikor valahogy az létrejön pillanatokra, vagy akár meghosszabbított pillanatokra, percekre, hogy mindannyian csak azzal vagytok elfoglalva, a teljes szándékotokkal, szellemiségetekkel, figyelmetekkel és tudásotokkal, hogy az a zene, amit játszotok, vagy az, amit alkottok, az minél jobb legyen. És nem azért, hogy te minél jobbnak tűnj, meg hogy jobban teljesít a feladatod. Nem is vagy benne te igazából, hanem csak az van, amiért együtt zenéltek, muzsikáltok, és gondolom, tök sok más szakma is van, ami ilyen, de hogy nekem ez az, ami, szóval nekem ez a csúcspont, így igazából egy emberi létérzésben. Igen. Én azt hiszem, vagy úgy tudom ezt elképzelni, hogy olyan, mintha ez nem is a tudatos énből fakadna. Tehát mondod, hogy megtanuljátok a hangszernek a működtetését, olyan, mint egy autóvezetés, de akkor, amikor az ember fölmegy a színpadra, ott el is felejti azt, hogy ő neki mit kell, milyen húrt kell, hanem automatikussá válik, és mint hogy az ember egy másik tudatállapotban szólaltatnak. Ja, igen, ezért jutott eszembe ez az egész, mert módos, vagy másik tudatállapotot mondta, és szerintem ez tök igaz. Én nem is csak ezt érzem, hogy elfelejtem azt, amit a zenéről tanultok, hanem tulajdonképpen még azt is elfelejtem, hogy magyar nyelven gondolkozom. Mert az, amit hallok, a ritmusok, meg a hangok, meg a harmóniák, az olyan információ tartalommal bír, mint egy nyelv. De olyan nyelv, ami instant mód, tehát a pillanatban, késedelem nélkül egy hatalmas információtartalmat közvetít neked, amire ugyan, tehát hogy olyan, mint hogyha nem lenne, olyan, mint a fénysebességgel működne ez a kommunikáció. Nincs benne szó, nincs benne szám, nincs benne semmi olyan dolog, amit le kell fordítanod egy igazi tartalommal, hanem csak maga a tartalommal. Én ezt érzem. Akkor mi azt légy a kedves nekem elmondani, hogy hogyan működik a komponálás. Mert aztán azt végképp nem tudom elképzelni, hogy ezek után mi játszódik le egy embernek a fejében, amikor egyszer csak így jönnek valahonnan méről a dallomok, a harmóniák, és nem tudom, hogy
És akkor leírja egyenként a hangjegyeket, vagy hogy hogyan kell elképzelnem? Én, hogy mondjam, a hivatalos életrajzomban benne van az, hogy zeneszerzés, mert van egy csomó számom, és tényleg írtam kisebb-nagyobb apparátus, a szóló hangszertől Big Bandig, sőt van olyan, ahol kamarazenekar is van, és mindegyik másképp születik. Van olyan, hogy primér, tehát tényleg fejben születnek ötletek, és utána csak szoktam mondani a feleségemnek, most már csak ki kell írnom a fejemből. Mert azt mondja, most valahol máshol van. Ez úgy kell elképzelnem, hogy tudatosan azon tűnődsz, hogy ez a két hang egymás után milyen jól szólna, és akkor így egymás mellé teszed. Van ilyen is, hogy egyszer csak jön egy ilyen ihletett pillanat, és egy melódia jön, vagy hozzá egy-két harmónia, vagy csak egy ritmus, tehát soha nem lehet tudni. És van, hogy mikor ki akarom hámozni, akkor más tesz belőle, mire leírom. Uh-huh. De igazából az van bennem, hogy ez nem az volt, de ez még jobb. Aha. Tehát nem kezdem el keresni, ez ugyanúgy, mint talán ahogy a hibákkal dolgozunk, hogy igen, nem sikerült a hallásomat pontosan megfejteni, nem baj, ezen kell most dolgozni. És van olyan, hogy így eszembe jut, és teljesen más szituációban vagyunk, családi vagy nem tudom én, megbeszélésem vagy valahol, és valami bejön. De olyan is van, hogy ez tudatos, hogy na most jön egy lemezfelvétel, és akkor valamit, egy új számot szeretnék, vagy kettőt, vagy egy lemezanyagot megírni, és tudatosan nekiül az ember. És olyan is van, hogy nálam ez nagyon működik, alapvetően halogató típus vagyok. De amikor, és akkor ébredtem rá, hogy én ez a típus vagyok, hogy amikor, nem kell keseredni, ha valaki ilyen, mert amikor viszont jön az, hogy akár határidő, vagy egy teljesítés, akkor viszont a pánikszerűen megnő a teljesítmény. Tehát én ugyanilyen vagyok. Na, akkor hát, milyenek a Gergő, te? Hát te már ismersz. És ez nem volt, néha vissza is élek vele. Tehát érzem azt, és egyszer csak várom azt a pillanat, hogy most jön az, hogy meg kell csinálni. És van rá 5 percen, vagy 1 órán, vagy 3 napon, mert egy nagyobb dolog, és akkor viszont tényleg éjjel-nappal, és azt érzem, hogy akkor nagyon tudom csinálni. Igen, mert nem tudom a fókusza kénytelen arra az egyébként tevékenységre összpontosulni. Hát én irigylem azokat zeneszerzők, de írók is voltak ilyenek, és általában a legtöbb, tehát mondjuk klasszikus zeneszerzők, nagyon sok ilyen, aki koránkelő volt, írók között, és hát nem Szent Kuti Miklós, még fel kell reggel 4-kor, 5-kor, írt 10-11-ig, és utána írta az életét. Tehát, hogy nem zenészeknél általában ez más, mert hogy jazz muzsikusok, nem egy később, én inkább éjszaka tudok nagyon jól dolgozni, de az a lényeg, hogy amikor ez a fajta dolog van, akkor mindenre nyitott vagyok. Akár innen jön, akár a hangszerrel, vagy zongorán, van olyan is, hogy nincs ötletem. Van olyan, hogy hallok valami zenét, és elindul egy tök más. Most egy nemrég csináltunk egy lemezfelvételt, és tisztán emlékszem az egyik számra, hogy úgy volt egy ötletem, hogy mi legyen a szám, és a ritmikai része az még nem volt meg, majd valami lesz, és egyszer csak hallottam egy metrikai beosztást az egyik zenébe, és abból eszembe jutott neki tök más, tehát egy tovább gondolt változat lett, és még a zenész kollégáimnak sem mondtam el. Lehet, hogy meglepődnének, ha megmutatnám nekik, hogy abból jött ez az ötlet, és azt mondják, ennek alig van valami köze, mert nem egy átvétel, hanem ez termékenyített akkor meg. Hogy egy kicsit lépjünk ki a jazz zenéből, és azt próbáljuk megfejteni nekem, hogy miért lehetséges az, amit a felvezetőben próbáltam vázolni, hogy minden egyes ember számára a zene az létfontosságú. Mitől van az emberiségre és az egyénekre ekkora hatása? Érdekes, hogy vannak kivételek, nekem is van egy jó pár ismerősök, süketek, szegények. De tényleg, hogy mondják, hogy nem az, hogy semmi érzéken, szóval bocsánat, és tudja, hogy ugye zenét semmi, és azt mondja, hogy nem is, tehát érzelmileg sem érinti meg. Az nagyon kevés, egyébként nagyon kevés. Hát nyilvánvaló, hogy az emberi beszéd előtt, vagy akár a gyereket is, ha nézed, hogy mi jön először, a ritmikus mozgás, meg a szavakkal, a hangukkal való játék, vagy a hangszínekkel, hangmagassággal, tehát ebből jön majd ki a zene. Amikor a főiskolán nagyon nagy szerencsém volt, ebben is Földes Imre volt a zene történeti zeneelmélet tanárom, és mai napig is egy rádióban meghallok egy zenét, és úgy az a, nem tudom, hogy előttem van egy rendszer, el tudnám, de nem tudom pontosan elmondani, hogy hogy van a lelki személyem előtt a zenetörténet, és akkor így, az ő óráinak a kapcsán. Ő mondta ezt, hogy ugye vannak ilyen hipotézisek, hogy alakult ki a zene, a zene kialakulására van kapcsolatban, és egy nagyon fontos dolog, hogy ezek hipotézisek, azt mondja, és egy nagyon fontos dolog, hogy amíg ezek azokat a köveket, amik ott voltak, nem tudjuk megszólaltatni, és azóta is izgat engem, milyen lenne, hogy lennének ilyen detektoraink, és azt mondaná, hogy 5,
7000 évvel ezelőtt milyen zenék voltak. Lehet, hogy egyszer majd lesz ilyen, tudod, ahogy megtalálják az őskőületeket, lehet, hogy zenei hangok is ott rezgések benne vannak. Nagyon szép gondolat volt, és hogy hipotézisek vannak, de a legtöbb az ebből indul ki, hogy a ritmus előbb volt, és hogy a hangmagasság biztos, hogy a szó és az értelmes zene előtt volt, és a szervezettség előtt. És tehát azt mondod, hogy a zene az hamarabb alakulhatott ki, biztos, mint a beszéd. Hát a szívdobogás is előbb van, mint a beszéd, az pedig ritmus. Uh-huh. A lüktetése, ha egész csendben vagy, hallod a vérkeringésednek a lüktetését, ahogy a szíved nyomja, de egy csomó ilyen ritmust mond természetben, ugye a szél, a tengerzúgás, minden, ez csupa zene, hát nem véletlen. Én valahogy ezt úgy tudtam elképzelni, mert nincsenek erről információim, hogy mondjuk ilyen sámánok doboltak, vagy nem tudom. Hát sokkal később, és fontos állomás. Meg például mondjuk a nyelv, és tehát a beszélt nyelv és a zene, vagy a, nem tudom milyen, a hang alapján történő kommunikáció, emberszabású, de nem is kell, hogy az legyen, hogy főemlős legyen mondjuk, mert ismeritek a Szőke Péternek azt a könyvét, a zene, hogy is van, a zene eredete és három világ, és ott képzeld el, az van, hogy rengeteg madárének van rögzít, majd hogy vett fel a kutató, és állati lelassította őket, de valami, nem is tudom, 60-at tempóra, és lekottázta őket. Kegyetlen munka egyébként, fantasztikusan gyönyörű könyv. Nagyon érdekes. És ugye ott egy csomó mindenre kitér, hogy a madarak, a madárfajták, meg hogy milyen párban élnek, vagy nem, és akkor, hogy tudnak-e dallamokat tanulni, milyen régiókban, milyen jellegű madárénekek alakulnak ki. Na és akkor erre adjál nekem választ, hogy alakul ki, miért az egyik madár miért egy ilyen simán a nyugati zeneelméletbe beilleszthető pentaton dallamot énekel, ez egy öt hangból álló hangsor, teljesen sok magyar, lehet, hogy magyar népdal ilyen alapú például, ahhoz lehet kötni, aki nem tudja, mi az, hogy pentatonja, de hogy be tudod illeszteni, hogy miért? Tehát, hogy miért valahogy úgy néz ki, hogy az élő világnak az eszenciájában benne van ez a felhangrendszer, meg az egész ahonnan, tehát nem tudom, hogy az embernek miért ilyen, szerintem van benne valami annyira eszenciális, ami nem merem azt mondani, hogy az élettel egyidős, de engem rendszeresen ér olyan élmény, hogy zsiggerideg hat a zene. Igen. Tehát, hogy meghallok valami jó dallamot, valami nekem tetsző zenét, és borsodzik a hátam, és így állok, és mondom, úristen, ez mi? Hát ez a normális, aki ezt nem éli át, pláne profi zenészek között ott nagyon nagy baj van. Tehát én emlékszem, hogy az egyik dolog, amikor megszerettem Bartókot, a mai napig emlékszem, ilyen 16-7, inkább 16 voltam, amikor rádióban ráadásul hallgattam a zene húros ütőhangszerekre és cserveztára, akkor még nekem elég idegen volt Bartók. Már úgy próbálkoztam, mert ugye kellett zongora, kötelező, amit kellett így egy picit, de ugye ez volt, hogy potyogtak a könnyeim a végén, hogy érzem mégis, akkor azt mondtam, hogy én erről akarok többet tudni, és mai napig nem tudom elképzelni, hogy lehetett, hogy Bartókot a korában nem értették meg, de ugyanakkor meg igen, néha, hogy hallom, hogy milyen modern, és azt mondom, de jó, igen, ez már több mint 100 évvel ezelőtt írta, akkor hol, ha még most is akár egy gyakorló zenész fülnek is vannak idegen dolgok, vagy lehetnek benne idegen dolgok, akik mondjuk nem azon nő fel. Úgyhogy nagyon érdekes dolog is. Én azt gondolom, hogy ezért szeretem én is például Bartókot, mert érzelmileg is megérint, pedig az is legalább olyan tökéletes, átgondolt struktúrálisan és megtervezettségében, mint egy Bach fúga, egy nagyon sokszólamú fúga, ahol nagyon szigorú szabályai vannak. És mégis, ha azokat a szabályokat betáplálod egy kompjúterben, nem lehet. Ott van a szabadság oldala, amiről egyfolytában beszélünk, hogy mégis az a zseni. És talán Bachnál még egyértelműbb, hogy kapcsolatban volt, nem csak a földi dolgokkal. És ez egy nagyon fontos dolog. Én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy a teremtő is kapunk erre mi inspirációt, és kapunk eszközöket, hogy nekem ez meggyőződésem, és önálló. Bartókról kevésbé köztudott, hogy milyen volt a spirituális élete, de amikor a műveit elkezdjük nézni, biztos, hogy ott van valami nagy titok azzal együtt, hogy ő nem bevallotta, nem írta oda minden műve végére, mint Bach, hogy Solideo Gloria. Tehát ez egy másik dolog, de nagyon-nagyon fontos, és ez a
dolog számomra, ugye a Biblia is azt mondja, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tehát ez nekem, mint jazzistának, ez egy tökéletes gondolat. Vannak sokan, akik hallgatják, bána élnek, éneket is. Állítólag nagyon meglepő dolgokra jöttek rá kutatók, amikor a bálnák viselkedését, meg egyáltalán ugye akusztikailag ezeket az énekeket tanulmányozták, hogy annyi információ van benne, meg olyan érdekes dolgok történnek, tehát hogy maga az a módja, hogy kommunikálnak, hogy mi azt halljuk, hogy igen. De hogy igazából, tehát egy rettenetes szociális szervezettséget tapasztalnak a kutatók. Nagyon nagy jazzisták a bálnák. Igen. Yeah, amit ezt hallanád a szonárban. Mit gondoltok arról, hogy vannak olyan dalok, amik hát rettenetesen sikeresek lesznek, befutnak, milliárd alkalommal töltik le a YouTube-ról, és én nem bírom meghallgatni. Egyszerűen képtelen vagyok, mondok egy példát, lehet, hogy itt most meg fognak engem kövezni emiatt, ez a Despacito nevű valamit, tudod melyik ez a dal? Aha. Na hát, hogy mitől annyira jó, miért kell nekem azt állandóan hallgatni, hogy van az, hogy az egyik ember imád valamit, ami szerintem egyébként nem degradálólag akarom elmondani, csak egyszerűen nem érint meg, hiába tűnik egy érzelmes dalnak, el nem tudom viselni. Nem hát tudom, hogy szeretitek-e ezt a dalt? Udvariasságom jelenére kezdhetem. Nézzétek, én nekem az a meglátásom, hogy ez egy nagyon egyszerű és bugyuta zenemű. Ettől függetlenül lehetne, mert négy dolog is szerintem alapvetően hát nem egy komoly... Nem az egyszerűséggel van baj. Szóval hát az egyszerűség az önmagában, sőt szerintem inkább, hogyha valamelyik oldalra muszáj lenne elkönyvelni, inkább egy erényként venném el. Szóval szerintem nem... Mondott el azt, akinek aztán a zenéje meg annyira sokrétű is. Hát szerintem strukturálisan tök egyszerű. Jó, de én nem úgy hallom, de nem mondhatok, hogy nehézem. Igazából én fogalmam sincs, de hogy... Szóval egyszerű, igen, az nem baj. Az szerintem az nem baj. Az egyszerűség az egy szép dolog. Az egyszerűségben igen. Rengeteg kombinatórikus lehetőség rejlik. Szerintem az egy konstruktív jellemző, az egyszerűség. De szóval nekem az a számmal, amit említettél, nem ez a bajom, hanem az, hogy esztétikailag, ízlésben, vagy lehet, hogy ez ugyanaz, hogy nekem azzal van inkább a bajom, hogy tudod, szokták mondani ezt így negatív, pejoratív jelzőként, hogy commerce valami. Igen. És, de mindeközben meg egy csomó olyan commerce dal van, amit én nagyon nagyra értékelek. Igen, szóval, hogy biztos, hogy van valami különbség. Fél, hogyha lát tudnék mutatni, hogy mi az a különbség, akkor olyan commerce dalokat írnék, amik jók. Mm-hmm. És, de mégis jó, nem tudom. Hát igen, én is azt gondolom, hogy annak az előbb említett dalnak. A legfőbb hibája, most már így mondhatjuk, hogy túlnőtt önmagán. Tehát annyira népszerű lett, hogy mindenhol azt hallod, ami nyilván zeneszerzői szempontból, meg előadói jogdíj szempontból egy óriási eredmény, és én nem is irigylem tőlük. Azt mondom, aki olyan zenét tud írni, hogy milliárd emberek hallgatják, és nem tudom hány millió letöltés, eladott lemez, az még akkor született, amikor még vettek az emberek lemezeket. Az rendben, más a funkciója, nem csak a szórakoztatás, hanem benne van ez a szexuális tartalom, benne van a táncolás és minden, és azt mondom, hogy arra rendben van. Nem ugyanaz a funkció. Egyébként, ahogy mondtad, hogy a népdalok vagy a népzene is egyszerű, de nem bugyuta, mert nagyon fontos, hogy igen, ott van az időség, tehát amit ma hallgatunk, és azt mondjuk, hogy népdalt meghallgatunk, ott volt egy szűrő, és az általában több száz, van olyan, hogy esetleg 1000 év. Tehát, hogy valami oda kellett. Ez a Despacito, ez nem, most kimondtam, ez nem lesz. Ez lehet, hogy ott lesz egy zenetörténeti valami tanulmányban, egy ilyen, hogy hát igen, ilyen is volt, és ez, de lehet, hogy ezt el fogják felejteni. Az egyik legnagyobb problémám a mai modern mainstream zenével az, hogy nagyon sok esetben ez nem szívből jön, hanem sztárok akarnak lenni, megírják nekik a recept alapján, hogy mi kell ahhoz, hogy minden inkább sikeres legyen, miközben én azt szeretem, amikor nem azért csinál valaki zenét, hogy
sikeres legyen, és befutott, és rockstar, hanem egyszerűen szívből ír valami, amit ő úgy érzi, hogy azt ki kell rakni a világ elé. Eltalálták ki a jazzt. Hát igen, de egyébként szerintem a rock zenés ugyanez. Nézd meg, a Led Zeppelin az nem úgy csinál zenét, hogy ott hívják, hogy ők sikeres, a világ legjobb együttese akar lenni, és nézd meg, mi lett belőle, vagy a Beatles. Hát igen. Folyamatosan keresték az útukat, mindegyik lemezük más és más egy kicsit. Tehát, hogy szívből jövő zenét csináltak manapság, meg egyre kevesebben ilyet találok. Egyébként lehet, hogy most rátapintottál a lényegre, mert tehát az olyan zene, ami az üzleti megfontoláson alapszik, tehát hogyha abba vetted el ezeket a magokat, az szerintem természetétől fogva nem lehet egy olyan zene, ami mondjuk szintén egyszerű, de mégis valamiért jó, valamiért. Tehát amit meghallgatsz te, pedig egyszerű, és attól kiráz a hideg. Az igazán jó zenék, azok időtlenek. Uh-huh. Igen. Igen. Amit ma azt mondják, hogy jó, én nem gondolnám, hogy mondjuk egy 2-3 év múlva én meg tudom hallgatni. Értelek. Tehát ami ma a mainstream, hát, azt mondja, hogy sláger, és hogy hát említem, igen, igen. Hát ja. És én azt a tendenciát, nem tudom, hogy ti egyetértetek ez, vagy ti hogy látjátok, de én azt veszem, hogy én úgy érzem, hogy egyre inkább dominál a gyakorlatilag a népszerű vagy populáris zenék között ez a fajta, ami olyan, hogy mondtad, ugye, hogy ezt a Despacitot valószínűleg nem fogják 100 év múlva, tehát ezen a szűrőn szerintem az elsőn fönnakad, én ezt tippelném, hogy egyre több ilyen van, és egyre kevesebb olyan, mert azért mit tudom, 30-es, 40-es évek Amerikájában Benny Goodman volt a popzene, meg aztán ugye 60-as években meg de nem kell ezt már sorolni, hogy olyan rock klasszikusok, akiket ma is hallgatunk. Egyébként lehet, hogy ez azért valahol jó, mert így viszont jobban kivilágít. Tehát így biztos én is van úgy, hogy hallgatok, amikor általában akkor pásztázom a csatornákat ilyen zenék hallgatásának céljából, amikor megyek a kocsival, és akkor úgy elég sok populáris zenét hallgatok, és egy-egy szám megérint, vagy egy előadó. Tudnám mondani, hogy... Nem, most nem akarok. Nagyon kíváncsi lettem mondani, egy olyan típusú ember, mint amilyen te vagy, akinek tudjuk, hogy milyen zenei múltja van, hogy te mi az, ami nem a saját, hogy mondjam, szakterület, az hülye szó, de érted. De, igen, abszolút. A szakterületed ez való, megmondjam, miért nagyon fontos, hogy nem is érdemes erről mostani nevekről beszélni, és ez a megint zárójelet nyitok, a populáris zene oktatása, hogy legyen benne az iskában, mondják, hogy nem lehet, mert ez érzelmi döntés, tehát nem intellektuális, tehát az, hogy kinek, mi most gondolod el, hogyha valakinek most lenne az, hogy mondanék egy magyar vagy egy külföldi előadót, azt tetszik, bevinnék az iskolába, egy csomóan azt mondják, ezt uh-huh. Most nem idézem, hogy mit mondják, hogy ezt akarják rámerültetni, mert én az Y-t szeretem. A hörgős metalban az emberek mit tudnak megtalálni, ami gyönyörűséget okoz nekik? Mert azt mondják, hogy az például annyira intenzíven megérinti őket, hogy aki szereti, az értudatosan nagy rajongó. Nem tudom, hogy az autóvezetés során szoktál a hörgős metált hallgatni, vagy ennek van valami másik terminus technikus, amit erre illő használni? De tudjátok, hogy nem beszélni. Persze. De egyébként most, ha arra gondolok, én jóval idősebb vagyok, mint ti, hogy a mi fiatal korunkban még a Beatles-re is mit mondtak a mi szüleink, hogy ezt az őben, hát már a Rolling Stones-ról, meg a Lenzetben, az tényleg ugyanolyan volt, mint a mondjuk nekünk most a hörgős metál. Tehát az én szüleimnek az még bőven, hát a Rolling, Led Zeppelin, Black Sabbath, ezek, hát az maga a fertő volt, mert hogy ízlésben is, tehát nem csak az, hogy most vizsgáljuk meg a szövegeiket, vagy miről szól, hanem egyáltalán az egy cél és értelem és zenei tartalom nélkül üvöltözés volt az ő számukra. Úgyhogy erre ezt tudom mondani. Biztos van, és biztos van, akinek van erre igénye, hogy kitombolja ebbe magát, de engem azért taszít, vagy félelemmel töltem, mert negatív energiákat érzek belőle. Én tudom, én nem hiszem. Hogy hallgatsz zenét? Te hogy hallgatsz zenét? Majd utána tőled is megkérdezem. Hogy hallgattok zenét?
Sokkal többet hallgatok most háttérzeneként, mint korábban, tehát régebben ez tudatosabb volt, ugye hát eleve az, hogy ha volt egy lemez, vagy a lemezt valaki kölcsön adta, vagy elmentem hozzá, voltak ezt, nem adok kölcsön, elmentem hozzá kazettával, egy jó kazettát megvettem, és azt ott meghallgattuk. Nyitottunk egy üveg bort, csinált az egyik barátom, emlékszem, meleg szendvicset, 1972-ről beszélünk, vagy valami ilyesmi, és azért szerász volt, és így végül, hogy neki meg, én csak hallottam volna, hogy a rádióban egy számot. Tehát nagyon odafigyelve hallgattunk mindent, sokkal kevesebb zenét hallgattunk. Már de sokkal odafigyeltebben, nem? Sokkal inkább odafigyelve. Bocsánat, csak annyit hagyd mondjuk el, hogy a YouTube-on láttam olyan videókat, többet is végignéztem, hogy egy ember jön, az arca nem is látszódik, leül egy kényelmes fotelba, pontosabban mellette van a lemezjátszó, hát ugye manapság egyre kevesebb bakelit lemezt használnak az emberek, fölrakja Bob Dylannek az albumjait, és az egész YouTube videó arról szól, hogy az egy ember ül, az arca nem látszik, és csak hallgatja a Bob Dylannek az albumjait, és fantasztikusan jól szól. De manapság szerintem nagyon kevés olyan ember van, aki ilyen odafigyeléssel és átéléssel hallgat zenét. De hát akkor régebben ez gyakorlatilag az esetekben. De most is azért nagyon sok zenét úgy hallgatok, hogy akkor most csak azt hallgatom, vagy akár fülhallgatóval, ha azt érzem, hogy úgy jobban el tudok. De van kis zeneszobám, és ott tudok nyugodtan. Meg én ez szakmai ártalom is, hogy figyelem. Tehát ha olvasok valahol megjelent valakinek, van olyan, hogy ismeretlen előadók, vannak ilyen jazzportálok, elég jók, kettő is van Magyarországon. Mind a kettőt figyelem, és valamelyik új lemez, sőt az egyiken van egy olyan, hogy lemez újdonságok, 3-4-5 lemez, és volt, hogy olyanokat fedeztem ott fel, és akkor azt mondom, az milyen, meghallgatok egy szám, na jó, akkor majd legközelebb ezt meghallgatom. Erre most már én is az egyik ilyen online zeneszolgáltatónál vagyok, emiatt, hogy nem elsősorban azt hallgatom, de amiatt, hogy bármit meg tudjak hallgatni. Uh-huh. Tehát, hogy azért, hogy megtudjam, hogy milyen az az előadó, és akkor megvegyem a lemezt, vagy elmegyek egy baráthoz, totálisan kielégíti azt az igényt, hogy igen, akkor rákattanok valakire, növendékeimmel szoktam. Te, ez 3 napja jelent meg, és volt olyan nemrég az egyik növendékem egy vadonatúj szólót megjelent, és nekem is olyan volt, ilyen megfejthetetlen volt, és pont valamilyen ritmikai talányban voltunk, hogy a bonyolult részét nézzük, és akkor mondtam, hogy engem például ez izgat. És így felcsinált a növendékem, ezt leírom. És akkor telefonálgattunk este meg éjszaka, hogy már most azt tudod, 11-8-ban van, vagy 13-ban, tudod? Tehát, és az előtt egy hirtel jelen meg, na hát ez odafigyelő zenehallgatás, persze ez a szakmai része. Szóval akkor úgy gondoljátok, hogy vannak olyan emberek a földön, akik nem szeretik a zenét? Biztos vannak, ahogy már mondtam korábban, nekem van ilyen ismerősöm, de most két szélsőséges esetet elmondok. Azzal kapcsolatban, hogy állnak most inkább a jazzre vonatkozólag, de hát azt nevezhetjük zenének. Mi egyelőre. Legyünk megengedők. Az egyik, hogy hát ez egy olyan, nem olyan túl régen, de legalább 10 éve volt már. Általában kocsival közlekedem, bár mostában egyre többet a BKV-val, de hogy akkor ritkán mentem Héven, én Pomázon lakom, és onnan Hévvel jutok be. Leülök a Héven, és egy nagyon régi osztálytársam, általános iskola, azóta talán egyszer találkoztam vele. Osztálytársak voltunk, tehát jól ismertű gyerek volt, és csak úgy, Misi, és te mit csinálsz még? Valami, te zenész még? Vagy valami ilyesmi? Tehát úgy félig meddig tudta. Persze, és hát mondom, tudod, mert általában ott pláne a környéken leginkább a Vujicsicsról ismernek, sokan tudják a többi dolgomat is, de úgy azzal azonosítanak be, és mondom, hát a Vujicsics az régóta, ja igen, tényleg, de hát mondom, most is tanítani megyek, mondom, mostanában több az a jazz-el foglalkozom. Nézem, mi? Hát mondom, jazz, én mondom, ezt most már 30 éve ezt csinálom, játszom is, meg tanítom is. Jazz. És hogy bírod? Nagyon őszintén. Tehát ő megmondta a győződve, egyrészt nyilván azt is mutatta, hogy ő neki mi a véleménye, és úgy láttam a szánalmat, hogy itt van egy ember, aki nem elég, hogy ezt játsz, amíg be kell mennie a zeneakadémiára, és ezt tanítani. És nagyon őszinte volt. És akkor úgy elmagyaráztam, hogy én nagyon élvezem. Láttam rajta, hogy ez nehéz neki feldolgozni, de ez tényleg, ez teljesen így van. A másik, másik oldala a megítélésnek, Binder Karcsi kollégámmal játszottunk, egy időben nagyon sokat dúoztunk, és ez Szadán történt. Szigeti Péter, aki szintén tanít a jazz tanszéken angol nyelvet, ő jazzklubokat és ilyenéket szervez a 60-as évek óta, és ő elhatározta, hogy ott Szadán is csinál egy ilyen kis közösséget és jazz koncertek, előadások. Hát ez már több mint 20 éve volt, és
elmentünk a kacsi, és játszottunk, na, de ott egy eleve, egy zongora szaxofon duó, az nem egy olyan látványos, mint egy jazz quartet, vagy pláne egy big band, és a mi zenénk sem egy ilyen nagyon mainstream, tehát elég érdekes, speciális, és néha avantgárdba is hallik, és volt egy jó pár ilyen korunkbeli, meg fiatalabb, de a közönség nagy része az idősebb volt, tehát olyan 70 év körüliek. De nagyon nagy sikerünk volt, hozzá kell tenni, és úgy először féltünk, hogy mi lesz, és a végén, ez életem egyik legnagyobb élménye, odajött egy felkendős, fekete ruhás néni, tehát látszott, hogy ő már özvegy régóta, nem nagyon jár sehova, és el is mondta, hogy hát, tudják, őszinte megmondhatóban, én soha nem tudtam, hogy mi ez a jazz muzsika, de én most bánom, hogy ez kimaradt az életemből, ha én tudtam volna, hogy ez ilyen jó, ilyen koncertekre jártam volna. Mondta 71-2 évesen, és akkor azt mondtam, hogy aznap este már nem értünk hiába, hogy egy olyan teljesen, tehát nem egy olyan valakit, aki zenerajongó, mert az volt ráadásul, hogy még nem is igazán zenerajongó, de ha igen, akkor lehet, hogy nagyon más dolgokat szeret. És az is bizonyította azt, ami nálam nagyon fontos, hogy jazz, ha meg akarod szeretetni, élőbe kell. Tehát te mutathatsz felvételt, és beszélhetsz róla, hogy ez ilyen jazz történet, és így, és ez. De ott, mikor valaki ott előtted, és pontosan a közönség is megérzi azt, hogy az most ott születik. Megnézzük, hogy milyen zenék születtek 200-300 évvel ezelőtt, 50 évvel ezelőtt, és egyre inkább gyorsul a világ, annyira változik az életünk. A zenében valahogy nem érzek ilyen jellegű, ilyen erőteljes, gyors változást, sőt, sokkal inkább azt érzem, hogy egyre nagyobb keretje van a retrónak, vagy mindig visszanyúlunk a, most megint talán úgy veszem észre az én egyik nagy kedvenc korszakomhoz, a 80-as évekhez, meg ez a New Wave-hez. Mi lesz a jövője a zenének, vagy merre tendál? Biztos az is számít, hogy mit látunk belőle, mert igazából a zen is nagyon gyorsan reagál mindenféle, tehát a kulturális változásokra, társadalmi reagál ilyen-olyan értelemben, de nem sokat látunk ebből, és valóban a mainstream médiában ebből kevés kerül be. Tehát ez, amit a Gergő is mondott, hogy az ember, ha úgy körülnéz, akkor nagyon érdekes dolgokkal találkozik, és aztán ez általában valamilyen módon felszínre kerül. Legtöbbször már lefinomul, hogy beférjen a hallgatható idősávba, vagy egyáltalán a médiába, de szerintem ez, hogy most ez felszabadultabb a média világa, tehát most már nem csak az számít, ami a rádiók, tévék közvetítenek, hanem tényleg az online felületeken szinte bármit lehet találni, úgyhogy megtalálja az útját. Nem tudom, mert hogy ugye mondják, persze a zenetörténet halad, fejlődik, nem tudom, ez a szó úgy sok mindennel kapcsolatban mondja az ember, maradjunk abban, hogy változik. A zene is ilyen, változik. Fejlődésnek is lehet, persze, mert bizonyos dologhoz képest más tehet, de néha visszanézünk, és akkor azt mondjuk, ott van egy nagy ember, azt mondta, hogy Brahms, érted? És az sok ember most már nem szereti, vagy unalmasnak tartja, de mai napig is tanítják, és hogy azt mondta, hogy hát az igen, az egy valami, az ott le lett téve, és ahhoz képest persze nagyon sok minden változott, és lehet, hogy valaki megmaradott, és azt mondja, neki már a 20. század a zene nem, tehát nagyon sok ilyen, nem csak az idősebb koncertlátogató közönség, most elsősorban a klasszikus MIPA zeneakadémiai közönségről beszélek, és ugyanúgy a fiataloknál is, hogy néha megint ilyen élmény, ez a Sziget Fesztivál volt, a Vujicsicsal játszottunk, és két éjszakai sába, ott koncert, ilyen, nem tudom, 11-kor vagy éjfélkor kezdtünk, és hát a Szigeten ott már azért eléggé elszabadul a hangulat, és akkor a koncert után táncál is volt, egy fél órás táncál, jó, ott vagyunk táncos, és a táncászban egyszer csak két fiatal srác, de ilyen 16-17 évesek voltak, egyáltalán nem voltak már maguknál. Hogy milyen szertő vagy itt, nem tudom. Nagyon élvezték, ott előálltak, és egyszer csak elkezdték a ritmusra, élő zene, ez a jövő. És ezt skandálták folyamatosan. Ezeket szíven ütötte ez, hogy biztos, hogy nem voltak népzene és táncszázrajongók, valahogy ott oda keveredtek, hogy itt tömeg van, pláne ugye a délszláv lánctáncok azok olyanok, hogy nagy hepe van. Magába ragadó. Magára, és úgy ezt sokáig használtam is, hogy igen, meg lehet ez az élőzene, ez a jövő, őket megfogtam, mert valószínűleg elsősorban elektronikus zenét hallgattak, még ha élőben is, az is egy más dolog. Egyébként azt nem
Én egyáltalán nem nézem le. Sokan mondják, hogy hát persze, mert akusztikus. Én is preferálom az akusztikus zenét. A legkisebb fiam ilyen elektronikus zenében utazik, most nem akarom, hogy reklámozni, de komoly neveket dolgozik, és ő saját nevén is most már épp egy lemez csinál. És amikor először így mutatta a zenéket, hogy hú, az én családomban ilyen, és egyre inkább ment az igényesebb dolgok felé, de abba, tehát ez uh-huh. nagyon más, és szoktam mesélni, hogy én nem tudom, én befejezem a koncertet a Opus Jazz Club vagy a WC-be, nem tudom én, 11-12 éjfélkor összepakolok és indulok haza, és tudom, hogy ő valahol játszik egy ilyen buliba, és akkor felhívom, na mi újság van, Misi fiam egyébként, de művész néven, más néven dolgozik, mi újság van, Misi nálam, hát azt mondja, még csak lötyögés van, fél egykor mondjuk, még lötyögés van, én kettőkor játszom, és háromkor van a főnév, vagy ő a főnév esetleg egy adott szituációban, tehát hogy tök más, és már egyébként jó párszor működtünk együtt, meg kért tőlem, tehát úgy hallottam. És milyen kooperáció lett ebből? Hát, hogy én feljátszom neki egy pár kis motívumot, vagy egy ilyen népi hangszereket, és azt beteszi. Néha aha. olyan dolgokat varázsol belőle, tehát én még manipulálj, de van úgy, hogy egy motívumot betesz a zenébe. Azt a zenét egyébként nem biztos, hogy én folyamatosan órákig hallgatnám, de nagyon örülök neki, hogy ő ezt megtalálta, mert egyfajta lázadás, szerintem ez egyfajta lázadás is az ő részéről, hogy az a és ez is teljesen rendben van, és úgy nagyon örülök, hogy nagyon jó körökben van, és jó zenéket csinál. A középső fiam, akit a Gergő nagyon jól ismer, ő inkább ő jazz vonalon, klasszikus és jazz a mindene, és tanítja, ő most nagyon odaadóan tanítja, úgyhogy különböző helyekre. A legidősebb fiam, Balázs fiam, az a legnagyobb talány, mert ő is tehetséges zenéleg, ő nem akar zenei pályára menni, egész más végzettsége van, de nagyon fontos, mikor jön a karácsony nálunk, az egy ilyen Ibolya feleség, mondjuk, ugye zenére, milyen kis családi zenés legyen, vagy együtt éneklés, és akkor együtt előveszük a hangszeget. Balázs fiam egy év után előveszi a klarinétot, egy éve nem volt a kezébe. Annak idején, mikor már nyilvánvaló volt, hogy nem zenei pályára megy, és úgy azért jó szólt neki, gyorsan óra előtt előkapta, gyakorolt egy picit, tanára mondta, Balázs nagyon ügyes. Na kapott tőlem egy műanyagnádat, hogy még azzal se kell. Na azt a műanyagnádat, amit 25 évvel ezelőtt kapott, azt előveszi, és így, és mi a Mikivel, ugye a Gergő címmel így nézzük egymásra, és csak így a rohadék. Egész évben nem gyakorolt, ha mi egy évig nem gyakorolnánk, össze-vissza. De jó, hogy ezt felhozott meg. Úgyhogy így bujkál a zene a genetikában nálunk. Nagyon örülök, hogy felhoztad a gyermeket kapcsán az, hogy mennyit gyakorol valaki, mert szerintem ez egy tök fontos kérdés. Annál is inkább, mert van egy Malcolm Gladwell nevű ember, akinek az a teóriája, hogy megalkotta a 10.000 órás szabályt, hogy ő meglátása szerint Isten áldott a tehetség nincsen. Nem hordozzuk a génünkbe egy ilyet, hogy valaki írtózatosan nagy tehetség, hanem az kell, hogy már pedig szisztematikus munkával kiszámolták, hogy ez egy 10.000 óra körülbelül, hogyha valaki ennyi időt rászán arra a cselekményre, legyen szó dekázásra egy labdával, vagy egy zongorázásra, vagy bármilyen tevékenységről, akkor tud eljutni egy olyan szintre, ami professzionálisnak nevezhető. Mennyire szükséges a gyakorlás egy zenész életében, és mennyiben jön be a tehetség? Nagyon, mind a kettő, nagyon-nagyon fontos ez a egyensúly, ez miért a balansz. Tehát legyen a tehetség is, anélkül nem megy. Ha nincs hozzá munka, akkor én nagyon sok elkalódó tehetséget láttam a Zeneakadémián, aki nagy ígéret volt, és valószínűleg emiatt sokszor más okai is vannak, tehát ezt nem lehet pontosan tudni. De aki hozzátette a munkát is, és láttam olyat is, akire azt gondoltam, hogy a tehetség úgy jó gyakorol, eljut egy szintre, és kirobbanó sikereket ért el. Lemezei vannak, külföldön játszik, tehát egyszerűen beérett, ezt nem lehet megjósolni. A jazz egyébként egy ilyen, hogy nagyon sok olyan a nagy muzsikusok között is van, aki úgy zenélt, az általában korán elkezdik, vagy minimum ilyen tínédzser korban. Tehát mondjuk olyan nincs, hogy valaki 25 éves korában kezdett el egyáltalán zenével foglalkozni, és aztán nagy jazz muzsikus lett, ilyenről nem tudom. De hogy nem kell ez az, hogy 5 éves koráig, ha nem kezd el hegedülni, akkor elfelejtheti a szülő, vagy zongorázni. De mert nagyon fontos ez az intellektuális rész, ez nagyon fontos ennek a zenének, és hogy a kreativitást hogy tesz össze, és oda ez az elhatározás is kell, tehát hogy valóban ezt a 10.000 órát valószínűleg be kell, majd egyszer kiszámolom, mert a Parker, például Charlie Parkerről köztudott, hogy volt egy időszak, nagyon tehetséges volt, és sokat gyakorolt, de volt egy
egy kudarc élménye, amikor az viszont elvonult, és két vagy három évig napi 12-13 órákat gyakorolt. Az több. Az már én több. Most számoltam ki, hogy ha mondjuk tegyük fel azt, hogy csak 6 órát csinálsz, vagy gyakorolsz valamit minden nap, akkor az 1667 nap a 10.000 óra, az pedig gyakorlatilag 4,5 év. Tehát, hogyha 4,5 évig minden nap 6 órát valamit izomból tolsz, akkor abban a profi leszel. Szerintem ez reális egyébként. Reális. Igen. Mert ez ingadozik. Tehát én is emlékszem, hogy elkezdtem olyan, és volt, amikor tényleg nagyon sokat gyakoroltam, és úgy nem tudom, én olyan 20 éves koromban kezdtem azt érezni, hogy igen, nekem. Tehát zenész akartam már lenni, de volt egy olyan, hogy igen, elég tehetséges vagyok hozzá, vagy elég jó vagyok hozzá. És akkor volt egy olyan, hogy éreztem, hogy megtalálom magam ezt, hogy igen, én csak ezt akarom csinálni. Te mennyit gyakoroltál, Gergő? Nekem is változó volt, de igazából nekem a zenében a legjobb, tehát legjobb szakaszom, az, amiben a legboldogabb voltam, az volt, amikor tudtam sokat gyakorolni. És ez akkor volt egyébként, amikor a Viennába jártam hozzád, és mert igazából én azért kezdtem el zenélni, mert imádom csinálni. És nagyon szeretem a hangszert. Szeretem, ahogy megvan fújva és rezeg a nád, és az egészet így tartod, olyan, mint egy szakrális fegyver, amivel jót sorozod így rá az emberekre, tudod, és hogy azt megfújod, vagy nem tudom, vagy egy barátom mondta mindig régen, hogy úgy szeretem a nagy bőgőt, amikor úgy megvan pengetve. Tehát amikor egy hangszert megszólaltatsz, az olyan, nem is tudom. Energiákat trobban, nem? Igen, hogy beindít valami ősi ilyen groove-ot az emberbe. Szóval nekem az volt a legboldogabb életszakaszom a szakmában, amikor tudtam gyakorolni, és ahogy egyre többet kellett dolgoznom, hogy egyre kevesebbet tudtam gyakorolni. És itt már egyébként ambivalens lett, mert igazából tudtam volna azt csinálni, hogyha akarom, hogy olyan munkákat vállalok, meg olyan produkciókat csinálok, amihez nem kell annyit készülni, viszont anyagilag jobb, sokkal. De nem ez volt a motivációm. A zene éppen amiatt, mert hogy ennyi érzelemmel tud kapcsolatba kerülni, zeneterápiára is alkalmas. Arról tudnál nekünk mondani valamit, hogy működik a zeneterápia, vagy hogy mitől tud terápiás jelleggel működni? Az egyik oldal az, hogy én, mint páciens, rám nagy, én engem mindig, mai napig is terápiás hatással van rám, tehát valóban valamikor azért hallgatok valamilyen zenét, mert azt érzem, hogy annak a segítsége. És ilyenkor az van, hogy szomorú vagy, és szomorú zenét hallgatsz, vagy hogy működik? Van olyan is, igen, hogy azt átérezem, hogy te egyébként, ha valamilyen ünnep van, tehát amikor jön a karácsony, akkor karácsonyi oratórium, vagy elmenjünk, tehát hogy tényleg az alkalom, és akkor jobban élem át, nem azzal élem át, ami a bevásárlóközpontokban van, szóval, hogy engem ez vitt közel. De valóban egy időben úgy foglalkoztam ezzel, még akkor Magyarországon nem volt, ugye az én fiatalkorban nem volt ennyire elfogult, mert csak kezdődött, most már ennek nagyon jó szakemberei vannak, és van képzés is rá, úgyhogy nagyon fontos témát érintettél. Meg vagyok róla győződve, de épp azért, mert nonverbális művészet, és talán még könnyebben érzelmileg átélhető, mint a képzőművészeti alkotás, vagy az építészet. Mondjuk az is meg tud döbbenteni egy épület, vagy akár egy festmény előtt állsz, de azt szerintem az kevesebb ideig tart. Igen. Ránézek, befogadom, vizualizálom, de egy zene az meg több percen keresztül tud utaztatni. Így van, és ez az érzelmi átélés, nem véletlenül, hogy ez a flow elmélet, aki a Frany Tamás kutatásaiban azt mondja, hogy az érzelmileg átélt tanulás sokkal jobban kötődik. Tehát ez egyáltalán, hogy az általános iskolában most az ének meg a rajzolva azzá vált, ami, tehát én most nem lennék lehetetlen, én próbálok nagyon szenvedésen tanítani, egy általános iskolába bemenni, egy vert helyzetbe, ahogy kezelve, nem csak a gyerekek bűne ez, hanem ahová az iskola rendszer, tulajdonképpen minden az oktatási rendszer elég nagy gondok vannak, hogy nincs meg ez a fajta dolog, hogy az, amit átélsz az énekórán, a rajzórán, a művészeteken, az visz tovább téged, és biztos, hogy a fizikai, matematikai törvényeket és a történelmet is jobban megérted, mert érzelemmel tanulod meg. És ha ezt, bocsánat, ez egy kicsit általánosító kérdés lesz, de én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, hogy azokkal a
az eszközökkel és tapasztalatokkal, meg abban az helyzetben, amiben most van az egész társadalom, meg az emberiség. Szerinted mi az, amit egy ember, egy olyan ember, mint mi, aki egy átlagos ember, átlagos ráhatással a világra, és egy nagyjából átlagos életet él, hogy mi mit tudunk csinálni annak érdekében, hogy legalább ne roncsunk az egészen, vagy esetleg jobb legyen. Milyen olyan hétköznapi dolgokat tudunk tenni, amivel hozzájárulunk ahhoz, hogy még 100 év múlva is itt lehessünk ezen a bolygón? Nem kis feladat. Hozzátenném a kérdéséhez, hogy mit a vendégek túlnyomó többségétől mindig meg szoktuk kérdezni, hogy ők boldogok-e vagy sem. És te azzal kezdted, ami számomra nagyon felemelő volt, hogy te egy boldog embernek vallod magad, mert a zenélés az boldoggá tesz. Mit lehet csinálni, hogy az ember zenéljen mindenki? Én azt gondolom, hogy megint egy történetet elmesélek. Amerikai zenészekkel játszottunk Európában, igen, Németország, Hollandiában, és volt egy-két magyar koncert is. Tehát megérkeztünk aznap este Budapesten, tehát nyilvánvaló volt, hogy taxi várjon, volt még idő, még talán hotelbe el tudtak menni, vagy ilyesmi, de az a lényeg, hogy a taxi a hangszerek miatt a pályaudvaron várt minket. És jött, de úgy, én hívtam a taxit, hogy igen, a hangszerek vannak nagy, ilyen, olyan, tehát, hogy egyrészt, hogy nagyméretű, meg hogy tudjanak róla, hogy miről van szó. És jött egy taxis, húzogatta, fésülgette a haját, és látszott, hogy most itt nagyon nagy bajban, és mi, hát mondom, de mi szóltunk, és olyan izé volt az egész, hogy, és mondtam az amerikai kollégáknak, mondom, tulajdonképpen ez a baj Magyarországon, hogy az embereknek a 70%-a nincs a helyén. Tehát én, ha taxisofőr lennék, én örülnék, hogy jön egy zenekar. Ha én órás vagyok, hogy mondod, akkor én örülnék. De akkor, ha nem örülnék, neki nem órás lennék, hanem nem tudom. Persze nyilván az embernek kell, hogy olyan helyre pozícionálja magát. Tehát, hogyha valaki, nem tudom én, egyetemi professzor akar lenni biokémiából, akkor az elég jó kell tudni a biokémiát. Tehát nyilván ezek, de nem, nagyon sokan nincsenek a helyünkön. Én ezért is boldog vagyok, hogy ilyen értelemben zenével, családban, a fiaimmal, tehát fantasztikus barátaimmal, kollégáimmal. De mondjuk ez az, hogy én is azt akarom, hogy együtt legyünk boldogok. Ebben a műsorban nagyon sokszor felszokott jönni az a szó, hogy önazonosság. Ez nagyon fontos. De még a sztorinak van egy folytatása. Mert hogy amikor meg mentünk, és nem tudom hova mentünk, akkor repülővel, elmész a repülőtel, és ugyanígy volt, hogy taxit kellett hívni. És egy hölgy jött, egy ilyen 50 körüli izmos, és ő is tudta, hogy miről van szó. Igen, milyen zenészek, és hol járt? Igen, ott játszottak. Nem, elindultunk a repülőtérre, és mondja, bocsánat, telefonon, apukámat felhívom, azt el kell mondanom, hogy itt amerikai jazzzenész, és magyar. És ezek tegnap itt játszottak, és most német, tehát hogy őnek van. És mondtam, jaj, de jó, mondom, happy end, ez másnap történt. Happy end, mondtam nekik, hogy így néz ki, egy boldog taxisofőr, tegnap ott volt, ennyi. És szerintem ha úgy adódna a sors, hogy valami más kell csinálni, emiatt, hogy ilyen balkácsoló voltam, ez is egy szálló, igen, mondta nekem a tanítóim, aki mondta, hogy vigyenek el zeneiskolába, mert jó a fülem, ugyanúgy úgy szólított fel mindig orrán, hogy folytassa szerelő, mert látta, hogy a padalatom, én már nem tudom, mit csináltam, de állandóan valamit bügyköltem. Én mondtam a családomnak, én akkor, ha valami történik velem, nem, én ezermester lennék. Mert az milyen kincs manapság, tudom nálunk is, hogy elromlott a zár, kiégett az égő csöbb, vagy csak erre nem találsz, erre külön embereket találsz, mindegyiket 30 000. Így van. És milyen boldogság lenne nekem, hogy valakon volt, pláne egy idős néni, ez, aki nem tudja megcsinálni, és akkor azt mondja, megcsinálom, és köszönöm, tegye el, nem kérek érte pénzt, mert majd a gazdag ember majd kibizetem. De én szerintem akkor is, ne, valószínűleg rosszul esne, hogy nem zenélnék, de én akkor nekem már volt egy B-tervem. Uh-huh. Úgyhogy lehet, hogy még arra szükség lesz valami, de hogy keressük meg azt, hogy hol van a helyünk. Az ilyen pozitív emberi, közvetlen emberi aktusok egymással, ezek a szándékok, hogy szerintem ha lehetséges az, hogyha ebből mondjuk minden nap egyel többet csinálnánk, mint amennyit amúgy, hogy egyel több kedves szót szólnánk valakihez, vagy valami egy kis segítséget nyújtanánk minden nap, amit amúgy
magunktól nem csinálják, de hogyha gondolunk arra, hogy mégis mitől lenne jobb egy picit, hogy ezek nem kerülnek igazából sokba. És szerintem ha csak picike, tényleg ilyen picike dolgokkal az ember elkezd haladni, akkor lehet, hogy egy több boldogtalan és nem a helyén lévő ember is észrevenné, hogy ahogy a nagy sötét bászon, egy gombos tüve, hogyha lukat vetsz, és bejön ott a napfény, az a koncentrált fotonoszlop, nem? De most vagy miért nevetsz ki gáz, amit mondod? Ha nem annyira tudományos vagy, szerintem ez ellen tudod. Néha kinevetnek itt, nem kapta fába. Nem, egyébként nagyon jól mondtad fekem. Lehet, hogy ez, mert valamit biztos, hogy lehet tenni, nem hiszem el, hogy ebbe be kell törődnünk, hogy itt tart az egész világ, hogy most attól rettegünk, hogy világháborúban, vagy hogy a taxis milyen, hogy mindenki boldog, tehát ez nem lehet. Szerintem valamit csinálni kell. Én bekapcsolom a Magnót, és nem Magnót, normál Spotify-t, és azt hallgatom. Volt idő, amikor azt gondoltam, hogy nagyon nagy embernek kell menni, hogy én akkor kimondok valamit, vagy eljátszok valamit, és akkor nagyon nagy hatása van, és rájöttem, hogy nem ez a megoldás, az enyém. Sok ilyen ember van, aki, tehát most nem politikai vezető akartam lenni, de hogy egyáltalán, hogyha magam számára és a kis közösség számára hitelesen tudom csinálni, akkor ez a fajta dolog kezd. Tehát én ebbe hiszek. Ahogy mondják, hogy a civil kezdem, igen, vagy alulról jön, vagy civil, ezek igen, ugye elcsépel, de egyébként ebbe igen hiszek. Uh-huh. És azt mondom, hogy mert kiderül, és ha mikor leülünk ugyanígy beszélni 3-5-8 emberrel, akkor azt keresem lehetőleg mindig, hogy mi a közös tényező. Pont ebből a kis körből. Mert a te és az én világlátásom között lehet, hogy csak 20% az eltérés, de a mai világ arról szól, hogy ezt megfogalmazzuk azon a 20%-on, vagy 10%-on, vagy 5%-on, lehet, hogy 95%-ban egyformálhatjuk, és azon tépjük egymást, hogy neked ez a párt, vagy az a, vagy a világhatalom, és ezen, és egyébként egy csomó dologban egyetértünk, vagy legalábbis tudunk párbeszédet folytatni, hogy ezt keresem mindig az emberekbe, és akkor utána érzem, hogy kivel lehet akár kvázi vitatkozni, és ki az, akinek látom, hogy a vita negatív hozzáállás szül, akkor inkább nem feszegetem. Vagy zsebelni. Igen. Barbai Mihály volt a velünk, isteni beszélgetés volt. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, tényleg megtisztelő volt, hogy sok adásotokat néztem, és rendkívüli vendégek voltak, úgyhogy... Azt hiszem, hogy nem panaszkodhatunk ma sem. Egy milliméterrel sem voltok alul ezt ma este, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Sajnos rég beszéltünk, de annál jobban éreztem magam most, és aki nem ismeri Borbély Mihályt, annak legtisztább szívvel tudom ajánlani, hogy keressen rá valamennyi projektjére, mert tényleg érdemes, és hogyha már a zene gyógyító és pozitív eléről beszélünk, akkor a legközelebbi példa az itt lesz a YouTube-ban a leírásban. És hogyha szokás szerint elmondom, ajj, várom, hogy ne kelljen ezt elmondani, tényleg, de hogyha tetszik a műsor nektek, akkor osszátok meg, hogyha gondoljátok, és nem túl nagy teher, és hát nem nagyjából egy hét múlva találkozunk, és nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet. És hallgassatok zenét. Igen, és napi egy extra kedvesség, vagy jó gondolat, ahogy Misi is mondta, azt hiszem, hogyha látod, hogy a felbarátod szomjas, és a te kutatban tiszta víz van, akkor nyugodtan megkínálhatod egy bögre vízzel, de hogyha a te kutatban poshat víz van, akkor ugye nehezebb, akkor nincs sok értem, hogy legyünk belül tiszták, és tisztuljon körülöttünk a világ. Oké. Okay. Köszönjük szépen, hogy itt lehettem. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.